Nem csak a báli szezon van itt, hanem a farsangi tulajdonképpen. A farsangi időszak pedig azért is különleges, mert hogy a gyerekek beöltözhetnek különböző jelmezekbe. Jó magam is voltam annó testőr, a három testőrből farkas, volt, hogy az édesanyám is segített elkészíteni a jelmezt, volt olyan is, amikor vásároltuk vagy kölcsönöztük azt a jelmezt. Emiatt is ugye nagyon érdekes és nagyon változatos jelmezek vannak ma is Magyarországon. Ez a témája Rafa Jemőkének is ezúttal. Szervusz, jó reggelt kívánok! Szia, jó reggelt kívánok, köszöntöm a napindító nézőit. Itt vagyunk Sopronban egy jelmez kölcsönzőben, és láthatod például, hogy én szarvasnak öltöztem egy egész egyszerű fejpánttal, de van itt kalózjelmez, boszorkányjelmez, és minden, amit csak el lehet képzelni, hogy mi is idén a trend, mit szeretnek a gyerekek, vagy akár a felnőttek. Erről kérdezem Molnáni Vas Rítát, aki itt áll mellettem. Jó reggelt kívánok, szia! Mik a trendek a legkisebbek körében? Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit. A legkisebbek körében idén a színesebb, csillogósabb ruhák a trendek, még nagyobbaknál pedig a fekete szín a trendi. Az Addams Family-ből a Wednesday jelmez az nagyon népszerű most idén, illetve nagyobb fiúknál pedig a Lego Ninjago, Harry Potter, még a bölcsiseknél, hát ott inkább ilyen pelerinszerű jelmezeket, illetve kis mellényeket szoktam ajánlani, mert ugye ezt a gyerek észre sem veszi, hogy rajta van. Ugye ők idegenkednek még az egybe kezeslábas jelmezektől. A lányok általában szépek akarnak lenni, akár csillogni akarnak ilyenkor. Mibe öltöznek a lányok idén? Nagyon kelendő most a sellő jelmezem, illetve a unikorn is. Ő hozzá még tartozik egy ilyen kis fejpánt. Minden jelmezhez vannak kiegészítők, ezek nagyon feldobják a jelmezeket, illetve a gyerekek is nagyon örülnek neki, amikor mondjuk egy szematűzoltó jelmezhez kaphat poroltót, illetve sisakot, vagy pedig a királylányos jelmezekhez egy koronát akár, vagy kis kesztyűt. Nagy kedvencem nekem például itt a póklány, akinek egy gyönyörű kalapja van, ezt, hogyha megmutatnád, szerintem ez nagyon szép. Igen. Meg nagyon különleges. Igen, ő lenne a pókasszony jelmez, és ehhez tartozik egy sejtelmes pókkalap. Ő díjnyertes jelmez volt, mert ugye sok helyen díjazzák a jelmezeket. A fiúk körében mi az, ami trend, mennyire szeretnek akár a kedvenc mesehősüknek beöltözni? Hát most megmondom őszintén, hogy az ilyen szuperhősök azok háttérbe szorultak az idén, ami meg is lepett. Tavaly nagyon sok pókember, Amerika kapitány volt, most az idén, hát inkább nagyobbaknál is, ott is a fekete szín a trend, Pestis doktor, most az nagyon nagy kedvenc, illetve van egy ilyen láncos ruhám, sikolynak szoktak öltözni, a kisebbeknél pedig tűzoltó, rendőr, illetve ez a Lego Ninjago, ami egy komplett jelmez. Ugye ehhez tartozik még a kard, és van hozzá egy Lego kéz. Mennyire népszerű, hogy beöltözzenek akár a felnőttek? Mit látsz, mit gondolsz? Azt veszem észre, hogy hát nem nagyon vannak bálok. Idősebbek jobban a klubba, ugye ott többet tartanak bálokat, és hát csak így a fejükre szoktak vinni akármilyen kiegészítőt. A kamaszok egy külön kategória, én úgy gondolom, tehát a kamaszoknál eljön az az időszak, amikor nem szívesen öltöznek be, vagy hogyha beöltöznek is, csak nagyon minimálisan, mit szoktál nekik tanácsolni, illetve mit szoktak ők vinni? Igen, most ez nagyon népszerű ez a kalap. Ehhez lenne egy fehér ing, illetve egy fekete palást, valamint szoktam még adni ezt a tollas pelerint, illetve még egy ilyen petróleum lámpát,
és ez most nagyon kellendő. A lányok, hogyha már nagyobb lányokról van szó, akkor mennyire mesehős, mennyire filmhős, mit visznek általában? Mondtad, hogy a fekete az nagyon trendi most a fiatalok körében. Igen, az Addams Family-ből nagyon kedvelt jelmez a Wednesday. Neki is lenne egy parókája, illetve maga a ruha, és a necarisnyát szokták még a lányok felvenni hozzá. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Molnárné Vasaritának, és akkor hallhatták a kedves nézők is, hogy a jelmez kölcsönzőbe, illetve most már az üzletek polcain is nagyon nagy a választék, érdemes ilyenkor farsangkor beöltözni. Kiváló a te őzik és fejdíszed is, Emőke, köszönjük szépen!